Újra régmúlt korokat felidéző időutazásra nyílik lehetőség Győrben. A Szent László napokra látogató vendégeket lovagkort idéző hangulat, kézműves bemutatók, lovagi táborok, harci tornák és koncertek várják. Az érdeklődők a középkort idéző környezetben találkozhatnak hétköznapi pillanatokkal és kiváltságos eseményekkel. Győr város neve szorosan összefonódik Szent László királyunk alakjával, hiszen itt található Győrben, a Káptalan dombon a Szent László hermája, és itt minden évben a Szent László napok keretében egy középkori időit utazásra hívunk mindenkit, aminek a középpontjában Szent László királyunk alakja van. Ugye a magyar történelemben a neve szorosan összefonódott a lovagsággal, becsületességgel, vitézséggel, és ennek a jegyében szervezzük évről évre az eseményt. Minden évben van ennek egy hagyománya, például egy 300 fős hagyományőrzőkkel segítségével, lovagrendek segítségével vonunk végig a városon, és mint egy toborzásként érkezünk meg az Aranypartra, ahol kezdetét veszi a 2,5 napos rendezvény. Tótné dr. Kardos Krisztina az idei évben a legnagyobb és leglátványosabb produkciónak, a Lovasz Színház előadását találja. Tavaly évben először Szent László királyunk alakjához kapcsolódóan egy lovas színházi show zárta a szombati napot, és idén is egy hasonló lovas színházi showval készülünk este 9 órától, melyre várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. A szervezők egy rajzpályázatot is hirdettek az alsó és felső tagozatos diákok számára, amelyen középkori sámándobot vagy akár szarukürtöt is lehet nyerni. A rajzokat június 20-áig lehet beküldeni a Győri Művészeti és Fesztivál Központ intézményéhez. Természetesen észrevettük, hogy a kisgyermekek különösen fogékonyak, és főleg a fiúk erre, tehát külön rajzpályázatot is írtunk ki idei évben is a gyerekeknek, amelyre várjuk meg június 20-áig a rajzokat. A Szent László nevét viselő rendezvény helyszíne az elmúlt évekhez hasonlóan az Aranypart lesz, és június 28-tól 30-áig várják az érdeklődőket.